Ez a borító, ez katasztrófa. Sziasztok, Matilda vagyok, és sajnálatos módon ez augusztus utolsó hete, ami azt jelenti, hogy szeptember 1-től, illetőleg 3-ától megint iskola, és ennek örömére összeszedtem 10 darab könyvet, ami talán segíthet ráhangolódni az iskolára, vagy csak eszedbe jutatja, hogy iskola alatt mennyire nem lesz időd olvasni. Egyébként ezek olyan könyvek, amikben valamilyen úton, módon szerepel az iskola, legyen az általános vagy középiskola, nem annyira központi szerepűek, de mégis iskolai környezet van benne, ezért gondoltam, hogy jók az iskolára hangolódáshoz. És akkor nézzük, hogy melyek ezek a könyvek. Az első ilyen könyv a Matilda, ugyanis ennek a történetében azt ismerjük meg, hogy Matildának elnyomják a tehetségét, mert egy matek zseni. Ez a zsenialitása el van nyomva, mert olyan osztályba kerül, ahol igazából ezt nem tudja kamatoztatni, és ez varázserőként vetül ki, és az elméjével mozgatni tud dolgokat. És én is szeretném, hogyha olyan zseni lennék matekból, hogy emiatt varázserőm lesz, mert amúgy tök jó lenne. Szerinted, ez egy nagyon aranyos kisiskolás történet, és annyira cukik. Most úgy megnézném a filmet. És van benne egy általános iskolai szerelem, és nagyon jó könyv. A Lehull a lepel, ami október 2-án fog megjelenni magyarul. Ez azért már jobban középiskolában játszódik, mert hogy ugye az is a főszintér, és az a története, hogy 4 középiskolai diák büntibe kerül, illetve 5 kerülnek büntibe, és csak 4 jönnek kiélve. Ez egy olyan könyv, ami elrettent attól, hogy büntibe kerül. Mint ahogy itt a borítón is látszik, igazából benne vannak ezek a tipikus középiskolai klikkekből egy-egy személy a 4 főszereplő. Ez egy marha jó könyv. Ezt mindenkinek csak ajánlom, tudom, hogyha kijön, akkor mindenki vegye meg, mert ez egy zseniális könyv. Az Eleanor és Park, úristen, ez a könyv is annyira jó volt, nagyon szívmelengető történet. Igazából az a lényege, hogy van Eleanor és van Park, és ők az iskolabuszon ismerkednek meg, és a fél kapcsolatuk az iskolabuszon bontakozik, és annyira aranyos. De annyira a legjobb, hogy mindketten olyan kis kínosak az elején. Ahogy Eleanort kezelik az iskolában, az felháborító, de ott van neki Park, és újra kéne olvasnom ezt a könyvet. A könyv, amit most fogok felmutatni, ez nem tartozik a kedvenceim közé, és nem is tartom egy nagy műalkotásnak. Ráadásul a borítója is elég borzasztó, hogy van, aki engem kérdez. De mindegy, az a lényeg, hogy ez is középiskolában játszódik. Ez egy tipikus középiskolai nyálas, kínos történet, mert tényleg kínodban te röhögsz a könyvben. Van ez a tipikus mosoly, amikor már annyira kínos, ami a könyvben történik, hogy te kínosan érzed magad olvasás közben. Ez pedig nem más, mint a szívzűrterápia strébereknek. Ezt nem tudom, talán 7-ben olvastam, és akkor így az első pár fejezet erejéig azt hittem, hogy jó, nem lesz olyan rossz, aztán nem volt rossz, csak így nagyon ilyen WTF könyv volt. 2 könyvet beleraktam ebbe a listába Jennifer Niventől, az egyik a Veled teljes a világ, a másik pedig a Veled minden hely ragyogó. Hát a Veled teljes a világ videóm is, közben rájöttem, hogy nem volt azért teljes mértékben annyira nagyon jó, mint elsőre gondoltam volna, de úgy hirtelen elolvasás után nagyon jónak tűnt. Hasonló az Eleanor és Parkhoz abban a tekintetben, hogy a főszereplőnünk túl súlyos, és emiatt az ilyen kis tökéletes pompon lányok lenézik és piszkálják, és jaj, ez ilyen tipikus középiskolai része a dolognak. A másik pedig ugye a Veled minden hely ragyogó. Ez is középiskolában játszódik, nem az iskola a lényeg, itt az iskola csak úgy van. Ez egy sokkal jobb könyv, mint a Veled teljes a világ, csak kell hozzá egy egész dobos zsepi. De ezt is újra kéne olvasnom, bár minden kritika szerint, amilyen lepontozás, nem megfelelően kezelik benne a mentális betegséget. Erre nem tudok nyilatkozni. A következő könyvet inkább csak fölemelem, és így nem mondok hozzá semmit. Erről a könyvről már nagyon sokat beszéltem az elmúlt hónapokban. Ez egy nagyon jó könyv, a film is nagyon jó, úgyhogy mindenki menjen szépen, és valahogy olvassa el, vagy nézze meg legalább a filmet, mert fontos.
fantasztikus. És ez egyébként a Simon és a Homo Sapiens Lobby, illetőleg a Love, Simon című film, mert nem fogok Xi Simonnak nevezni. Soha. És mielőtt bárki azt hinné, hogy a legikonikusabb iskolás könyvet nem fogom ide sorolni, de mert hogy mi más van, ami jobban segít abban, hogy iskolába akar menni, mint a Harry Potter. Mindenki a Roxfordba akar menni, mindenki ott akar tanulni, ezerszer jobb. Itt iskolába menni meg varázslók. Késik nekem is a Roxford felvételi levelem. De én várom. Még mindig várom. De szerintem ez az egyetlen könyv, ami miatt tényleg vissza szeretnél menni az iskolába. Csak nem a Mugli iskolába szeretnél visszamenni, hanem a varázsló iskolába. Az utolsó könyv pedig John Green-től a Papírvárosok. Most ez végül is egy rejtély köré íródott, Margó köré. Végül is az iskola évben játszódik ez is, és kicsit előre szaladunk, mert ezzel a könyvvel már kicsit hangolódsz a nyári szünetre is, mert ballagás van benne, és így belegondolok, hogy idén én is ballagok, és így nem. Hát elérkeztünk a nyár végéhez, úgyhogy minden diáktársamnak kitartás, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!